Az elmúlt napokban napvilágot látott a PISA tesztjeinek az eredménye, amelyben a magyar diákok teljesítményét mérték föl különböző kategóriákban. Ez a felmérés az azt mutatja, hogy az elmúlt években a magyar diákok szövegértés és matematika tanulmány eredménye is romlott. A magyar diákoknak az eredményei jól tükrözik a magyar kormány hozzáállását a jövő Magyarországához. Jól látható, hogy a magyar kormány nem a tanult fiatalokban látja Magyarország jövőjét, hanem a vendégmunkásokban. Ezzel kapcsolatban a Mi Hazánk ifjaival pár követelést szeretnénk megfogalmazni a magyar kormány felé. Elég volt abból, hogy még a tanárok béremelése évek óta csúszik, addig a környezetszennyező akkumulátorgyárakra a kormány 1000 milliárdokat szán adófizetői pénzből. Elég volt a kormány Pató Pál úr politikájából, az eljráérünk arra még stílusból, amely a tanári béremeléseket jellemzi. Elég volt abból, hogy a magyar kormány a fiatalok lakhatási válságát képtelen megoldani, a vendégmunkásoknak pedig nem csak lakhatása, de még nyaraltatásra is pénzt biztosítanak. Elég volt abból, hogy a magyar pályakezdő fiataloktól munkatapasztalatot várnak, megnehezítve ezzel a munkavállalásukat, addig a vendégmunkások tömegeit veszik fel a multik, sokszor a magyar munkavállalók helyére. És elég volt abból, hogy a kormány azzal hitegeti a választóit, hogy megvédi Magyarországot a migrációtól, a valóság pedig az, hogy már most közel 100 000 vendégmunkás érkezett Magyarországra. Ahogy a mögöttem látható Molinón is látszódik, a Mi Hazánk ifjai a Fidesszel ellentétben az akkumulátorgyárakban dolgozó vendégmunkások helyett a tanult és szakképzett magyar fiatalokra építené Magyarország jövőjét. Minket nem lehet innen elüldözni, minket nem lehet innen másokra lecserélni, mi itt maradunk és megharcolunk a szebb jövőért.